Sziasztok srácok! Itt ismét Démien! Ahogyan azt megszokhattátok, most is megmutatom nektek egy videóban, hogy mik azok az újdonságok, amik érkeztek a Bűvészbolda, gyorsan átfutunk rajta, illetve van egy kis változás, két változás is van. Az egyik az, hogy mivel elindítottam én is ezt a YouTube csatorna tagsági dolgot, most a tagok, a támogatók, amit innen is köszönök, ők ugye előbb látják a videót, szeretnék tőletek egy kis türelmet kérni, mert ugye ezt mindig úgy szoktam csinálni, hogy a, a először föl, veszem ugye videón, hogy mik érkeztek, és a boltba csak utána kerülnek fel a dolgok, tehát most, hogyha rögtön valami megtetszik és rohannátok ö, megnézni vagy lefoglalni, vagy ilyesmi, azt még nem biztos, hogy meg tudjátok, mert ö, ez egy lassabb folyamat. Minden esetre legalább tudjátok előre, hogy mi fog történni. Ja, és ez a támogatási dolog, fogok majd csinálni róla egy rövid videót, hogy miről is szól ez, nem egy nagy ördöngőség, aki ismeri ezt a rendszert, ismeri, aki nem, az meg majd meglátja. Na, a másik kis apróbb változás, az pedig az lesz, hogy most szeretnénk nektek képeket, meg ilyen dolgokat még bevágni közben, tehát nem csak így megmutogatni, hanem egy-egy dologról, főleg a trükkről, effekt meg bemutató videót is szívesen mutat. Nék, tehát ezt, ezt, is látni fogjátok. Na, az első dolog így rögtön, amit, ami nincs itt nálam, és azt mutatom is nektek rögtön, jött, érkezett close up -ed, tehát többféle színben, többféle méretben érkeztek mikroszőnyegek, tudjátok, e, ugyanaz, ami itt van, itt a, amit én is használok, ilyesmi cucc érkezett, hogyha valakit érdekel, meg tudjátok venni majd. Érkeztek varázspálcák, sima varázspálca, összeeső varázspálca, meg érkezett ilyen, ez a ugráló varázspálca, tehát ez sem egy olyan ordinári nagy dolog. Illetve érkezett még, ami nincs nálam, ez a Close Bag, ez a mikro táska, ugye bűvészek, mert ebbe egy csomó jóféle dolgot lehet pakolászni, és hogyha valakit egyébként így Hogyha nem tőlem akarja hallani, hogy ez mennyire jó, mert nekem nagyon tetszik, vitt már profi bűvész tőlem ilyet, és pozitív visszajelzéseket kaptam ezzel kapcsolatban. Csak így gondoltam, elmondom, elújságolom. Na, nézzük, hogy akkor mik érkeztek még pluszba. Nézzétek, színezőkönyv. Sokat nem kell mondanom róla, szerintem, tudjátok. Ez háromutas, tehát üres, fekete férkép, színes kép lups, loop, 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 lups, ezt is tudjátok, láthatatlan szál, kötve, akkor érkezett még ö, klippekből, ö, kártyaklippekből, ezt meg is tudom nektek mutatni, ö, fekete és ö, ilyen ezüst ö, színű, ö, tehát mind a kettőből érkezett, ezek egyébként nagyon-nagyon jó pofák, ilyen jól néznek, és van hozzá ez a kis ez a kis uh, szükőcske, tehát ez is egy jó pofa dolog. Akkor érkezett még uh, Procarrier, Joshua J-nek a prokerrierje. je uh, hát ezt most nem fogom kibontani nektek. Uh, tudjátok, ez a tartó cucc, amit én is használok, igaz, hogy én az előző verziót használom, de ez egy modernebb, uh, ez ilyen mágneses, stb. az enyém még ilyen tépőzáros, de ez is, ez is, ez is érkezett. Régi ismerősök következnek, Treasure Box, ugye ez az a do amit csak a bűvész tud kinyitni akkor Vanishing Silk a klasszikus kendőeltüntetés erről még lesz szó a kendőeltüntetésről majd meglátjátok akkor Moneymaker Moneymaker, ezt nagyon-nagyon szeretitek valamiért, tudjátok ez a, ez a papírból pénzt, vagy, 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 átváltoztatás, stb. stb. Ezt szeretitek. Silk to panties. Tudjátok, eltűnik a kendő, mikor újra megjelenik már bugyi, lesz belőle. Erről se kell sokat mondanom. Four Kings. A Forkings Kings az az, ugye, amikor a, a, bűvésznél van négy király, és akkor a néző mond egy királyt, és pont az a király van megfordulva, amit mondott, és ráadásul annak az egynek más színű a hátoldala. Szerintem ezt is már unásig, unásig tudjátok, hogy ez micsoda. Fantastic Box megjelentető vagy eltüntető dobozka. Ez is érkezett mindjárt túlesünk a régi, 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 haverokon, és akkor jönnek az újdonságok, vagy a régi újdonságok. Kaméleon ezt tudjátok, mikor a kendő, színű kendőbe a kézbe, pirossá változik, pirosba a kézbe, sárgává változik. Ez egy ilyen nagyon jó pofa, kis, kicsit gyakorlós, de jó pofa kendő színezési rutin. Misprediction, mikor négy jóslatunk se sikerült, de amikor megfordítjuk, akkor a Hát összejön a nagy jóslat, tehát a, amit a néző húzott kártyát. Let's swap a card. Ő is egy ilyen, egy ilyen extra dolog, hogy négy kártya van a bűvész kezében, négy kártya a néző kezében, cserélnek egyet-egyet annélkül, hogy megnéznék, és a lényeg az, hogy mind a ketten ugyanazt a figurás lapot cserélték át, tehát ez ilyen jóslatos, vagy nem is tudom, hogy nevezzem trükk, ilyen, ilyen mentál dolog. Féből összeg, hoppá! Még jó, hogy nem eredeti tojás, nem is ki, kiesik a kezemből. Amúgy egyébként igen, ez a tojásos trükk, amikor lapokon van a tojás, és akkor a bűvész ugye az asztalon úgymond át tudja nyomni idézőjelesen, és megjelenik egy üres lapon. A nézőnek meg ugye nem sikerül, mert neki összetörik a tojás. Kaméleon Bex, ez egy ilyen gyors négylapos effekt. Kék hátlapú bicycle piros változnak, utána ilyen kaméleon színű. Lapokká, tehát a hátlap színek megváltoznak, mondjuk így. kártya öre klasszikus, ugye? Ezt is nagyon szeretitek. tokba be a kártya, amit előtte a néző meg is vizsgálhat. Elvágjuk, mármint idézőjelösen, át tud nyúlni rajta, kijön, és semmi baj a kártyának, néző megvizsgálhatja. Ha valaki karikákért van oda, kínai karikák, ilyen kisebb kivitel, tehát ez a, ez a mikro, mikro kínai karikák, hogy így nevezem, akkor ezt is nagyon szeretitek, a toll, tollát szúrás, a, amikor a tollal a bankjegyet, vagy bármit, igazán, igazából hát úgy bármit, kártyalapot, tehát ilyen lap, lap át lehet szúrni, anélkül, hogy megsérülne, batániadek, Na, ezt hosszabb lenne elmagyaráznom, röviden annyi, ez egy ilyen több effektes dolog, Virágok vannak a hátoldalán a, a paklinak, és a néző szabadon két lapot berak a csomagba, miközben egy pakolgatjuk, és nem elég, hogy megtalálja ugyanazt a ö, két virágot, tehát a párjukat, többi virág, mint más, megtalálja a lapot is, tehát mit tudom én, két tízeset berak másik két tízes mellé, és ráadásul még a végén az összes lap ö, egy lappá. Hát nem az, hogy átváltozik, de tök jó, mert megtalálta azt a két lapot az egész csomagban, ami igazság szerint különbözik a többitől testvérpaklik, stripper és vengáli. Ezeket szerintem ismeritek, hogyha nem, akkor kommentbe írjátok le, és biztos lesz, aki segít nektek, hogy, hogy mi mit akar. De amúgy svengáliról van uh, videóm. videóm. Szóval a Svengali-ról van videóm, ugye? Arról azt hiszem, igen. Houdinidek. Houdinidek arról szól, egy csomag, ami át van lyukasztva. Így lehet látni, van egy ilyen kis mini bilincs mini lefogjuk a csomagot, néző választ egy lapot, és az az egy lap kiszabadul anélkül, hogy megsérülne. Tehát ez egy ilyen jóslatos, kiszabadulós trükknek lehetne nevezni. A Rising kárt pedig a kiemelkedő kártya, amikor a választott lap így uup, magától, ahogy fogjuk így a csomagot, így, uup, így kiemelkedik. Na, igazság szerint ők voltak, így, így ők voltak így első körben a régi, ö, régi, régi ismerősök, a nagyon régi ismerősök, most nézzük meg az újakat újakat mondtam, félig meddig kezdjük a félig újakkal, amik valamilyen szinten már lehet, hogy voltak, de, de most új verzióban is mondhatni érkeztek, mindjárt megértitek, hogy miről beszélek pontosan. Azt mondja, Cups and Balls, hogyha valakit érdekel készlet, profib készlet, ez egy kombó Cups and Balls, ez azt jelenti pohárjáték, az egyik pohár az trükkös, abból a szempontból, hogy lehet vele plusz csak azzal az egy pohár Plusz ö, dolgokat lehet csinálni, ez a chopcap hogyha valaki tudja, miről van szó. Tehát érkezett ilyen is. Akkor ö, ezt, hogyha sulimban, szerintem mutattam a, a sulisaimnak, ők lehet, hogy tudják, miről van szó. Ez a jumping gems. Ö, nagyon <fura>, fura, mert ez. Ennek G betűnek kéne szerintem lenni a gems, gems, gyémántok, az szerintem G betű. Na mindegy, nem érdekes. A lényeg az, hogy ez az a pálcika, ami, ami ilyen, hát itt most láthattok róla képet, amin vannak rajta ezek a kis gyémánt gyémántpöttyök, és ezek vándorolnak jobbra-balra. Ebben a dobozban két szett van, tehát két darab ilyen kis pálcika, ami szerintem tök jó, hogy kettő is van belőle. Na, azt mondja, hogy nézzétek, van ez a Miracle Card kész. Ez egy, tudjátok, ez az a, az a fajta tok, ami, ami képes átváltoztatni a kártyalapot, képes megjelentetni, képes eltüntetni, és akár ahogy itt a képen látjátok, mondjuk egy összetépet kártyát újra egyé tud varázsolni. Ez is egy nagyon jó pofa kellék. Na, nézzétek, ezt akartam még nagyon megmutatni nektek, és ezért mondtam, hogy a, az eltüntetőről lesz még szó, ugyanis három fajta, hát úgymond profib eltüntetést hoztam nektek. Van a heng, ez kifejezetten nagyobb tárgyakhoz való, tehát kendők, szivacs, stb. stb. Tehát nagyobb tárgyak eltüntetésére való, és ez nem a, a támtipa új, hogyha erre gondoltok, ez nem az. Tehát ez nagyobb tárgyak eltüntetésére való. Ö, ő, most őt mutatom, ő ö, olyan tárgyakra való, mint például összetekert bankjegy, Cigaretta rutint az már ritkán szoktak csinálni, de bármi, ami ilyen ceruza például, ceruza is nagyon jó tolleltüntetés, tehát olyan dolgok, amik ilyen kicsit ilyen hengeresebb alakúak, tehát ilyen small object, és a legjobb talán ez a, ez a bankjegy, mikor összetekeritek, tehát képzeljétek el az effektet, hogy bankjegy, megmutatjátok, összecsavarjátok, tök tök, -tök ilyen kis hengeri vagy egy ekkora kis összehajtogatják egy ekkorára, és puf! és eltüntetitek. Tehát ez az ilyen kisebb, hengeresebb tárgyakra mondhatni, ők pedig a nagyobb dolgokra, illetve van kifejezetten egy olyan változat, ami az érmékre lett kitalálva, tehát ez egy speciálisan legyártott kellék, amikkel érméket lehet eltüntetni, és van benne kétfajta dolog, tehát egy ilyen érme catcher and vanisher, tehát eltüntető, vagy pedig elkapó eszköz, ezt tudnám nektek így mondani erről. Tehát ez a három eltüntető dolgunk van. Ja, most látom, várjatok, még van, itt, még van itt még, két dolog, csak hogy, lássátok a dolgokat. Mert ez még, ez még, valamilyen szinten nem trükk, ez inkább még kellékkel kapcsolatos. Az egyik, ez a, ez Zipper a Playing Card kész. Ezt tudjátok, itt mutatom a képet, egy cipzáros műbőr tartó, amivel igazából kártyát, vagy pedig uh, mikro kellékeket tudtok így uh, tárolni. tárolni. Ez az egyik. A másik, ez újdonság, ez a multi-packet folder, ez pedig arról szól, hogy uh, ilyen párlapos kártya trükköket, tehát párlapos kártya trükköket tudtok, itt mutattam a képet, uh, tárolni benne. Azt hiszem 20 darab Ilyen kis zsebet tartalmaz, és ez, ez bőr, tehát ez bőrből van, egy ilyen kis ö, lezáró kis fülecskével, ahogy láthatjátok, így a képen egy nagyon szép kivitel, és igazság szerint, hogyha ilyen párlapos trükkökkel akartok rohangálni, ez a legjobb megoldás, hogy egy ilyenben tároljátok, ez nagyon, nagyon szépét tudja tenni. Na, menjünk át, srácok, a trükkökre most már tényleg. Azt mondja, hogy öt darab trükk következzem. Kettő, ami már volt, a level van őt, lehet, hogy ismeritek már a Vanishing ilyen től Ez egy pakli eltüntető dolog, és tök jó, mert most ezzel az új technikával itt tudok nektek mutatni egy videót róla, de hang nem lesz, viszont közösen tudjuk nézni a dolgot, mert a hangot, tehát azt ugye jog, jogvédett dolgok miatt így, ille. A lényeg az, hogy láthatjátok, az illető kezében ott van egy, ö, egy csomagkártya, aminek a fele már is a zsebébe vándorolt. Utána következő látással, hopp, az egész eltűnt vissza a zsebbe, és ök, egy darab lap maradt az illető kezében, az pedig lehet akár a nézőnek így a választott lapja is akár. Tehát ez a lényeg. Még biztos, hogy Izé e, fog mutatni belőle dolgot. Igen, a legjobb, amit eddig láttunk, ilyen pakli-eltüntető. Egyébként, csak hogy egy kicsit beszéljek róla, e, tényleg egy nagyon jó ilyen e, zseb gimikről beszélhetünk. Egy kicsit gyakorlós, viszont az a legjobb benne, hogy tényleg vizuális, és e, bármikor e, elő lehet kapni és, és, és meg lehet csinálni. És még azt sem mondanám, hogy olyan angle szenzitív lenne a dolog, tehát ö, ö, viszonylag körbejárhatóan meg lehet csinálni. Egy nagyon jó ö, pakli eltüntető cucc. Tök jó. Ja. Ó, uh, hogy nézett ki ez a manusz? Nem volt semmi. Ja, ja, és kölcsönkért paklival is akár. Tehát ebbe az a poén, hogy kölcsönkért paklival is meg lehet csinálni. Na, srácok, hát, hogyha érdekel a videó, akkor nézzétek meg az egészet, tehát fönt van, tehát meg tudjátok nézni, most nem akarom húzni ezzel a, az időt, tehát ő a level van. A másik trükk, ami már volt, ő a CGI. A CGI, hát ez is inkább nézzétek, megmutatom a videót, mert hát ezt látni kell, ezt látni kell. A dolog lényege a következő, hogy a különleges kellékeket tartalmaz ugye ez a kis dobozka, és a lényeg az, hogy egy rajzolt tárgy, akár egy dobókocka, egy kis Rubik kocka, amit most itt láttok a kezében, akár egy Lego kocka, igen, Lego kockában is létezik, tehát fölrajzolja a kis kockát, ez úgy látom ez a, ez a dobókocka lesz, vagy a Rubik kocka. Nem, ez a Rubik kocka lesz szerintem. Rubikocka akar lenni. Igen. Rubikocka, és nézzétek, fup, iszonyatosan látványos, és szerintem viszonylag könnyen előadható. Na, ott volt a, ott volt a, fup, és igazság szerint ezt mondhatni személyre szabhatjátok, tehát ez a, ez a jó benne, ez a jó benne, az micsoda? Ja, az egy öt fontos. Ah. Tehát bankjegy, egy érme, legó kocka, Rubik kocka, alapból a szedben, nézzétek meg a teljes videót majd a bővészbot.hu oldalán, alapból a szedben van Rubik kocka, egy dobó kocka, meg egy legó kocka, hogyha jól tudom, azt hiszem. Azt hiszem, de lehet, hogy van egy zseton is, nem tudom, de azt hiszem ezek vannak benne. Az, ez a három, ez tuti. Tehát legó, Rubik kocka, meg egy dobó kocka, az tuti, hogy van benne, de lehet, hogy még zseton is van benne. Na mindegy. Tehát ő is volt már, de most ismét van CGI. 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 Ja. Na, jöjjenek az újdonságok, srácok. Három darab újdonságot mutatok nektek. Az első egy kártya, kártyatrük, ez a Blinded. A Blinded egy nagyon vizuális kis kártyatrükk, és akkor nézzük is meg a videót róla, és közben mesélek. A dolog lényege, hogy egy viszonylag könnyen használható gimikről van szó. Itt láthatjátok, százszázalékosan szabad választás, tehát nincsen forszírozás. Alá is lehet írni a kártyát. Utána rárak egy ilyen ö, olyan kártyalapot a néző választott lapjára, amin egy ilyen kis luk van. Hát ez a, ez a, mint egy kulcsjuk, mint, mint, egy ilyen kulcsjuk, ott lehet is látni, hogy egy ilyen sima kis kulcsjuk ö, alakú lyuk van a kártyán, és mikor rárakja, totálisan eltűnik, minthogy kivágódna a néző választott lapjából az a rész. Át is nyúlhat rajta a néző, tök jó, mögötte is, tehát mindent, és utána, puf, egy mozdulat, és igazából még föl is húzza, látjátok? Ott van a kártya, de át lehet látni rajta, tök jó. Tehát még föl is húzta a kártyát. Nagyon, 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 nagyon kis izé, látványos dolog. És, na itt mutatja, hogy nincs, nincs editálva, tehát nem vágott a videó. Ez nem egy vágott videó, ez ilyen a való életben, ilyen az effekt a való életben. Nincs black card, tehát nem black a dolog, tehát nem a fekete pólójával próbálja takarni a dolgokat, tehát tényleg átlátható. És utána ott van a kártya. Tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon szép kis vizuális dolog. Még egy jó pár szó megmutatja, és nézzétek, fölül még ki is lehet húzni. Na ez, egy, na ez, egy, pont pont olyan jó demonstráló videó, amivel, amivel abszolút láthatjátok, hogy a kellék mire képes, és tényleg olyan irdatlan nagy kézügyességet nem igényel a dolog. Na, srácok, igen, ez a mosoly, ez nagyon jó volt ugye a végére. Tehát ő a, ő a blinded. A blinded, tehát itt láthatja, ó, fókusz, kék hátlapú bicycle kártyához van legyártva, és be tudjátok szerezni bűvészbolt.hu, hogyha tetszett. A következő ilyen ö, trükkünk, nevezzük trükknek, a Sky Member Presence Pulled Extreme Silver. Hú, ez milyen jó, jó, volt elmondani, Pulled. Maradjunk aznál, hogy Pult Silver verzió. Mit jelent ez a Pult Silver? Hát mi mással mutatnám be nektek, mint egy videóval. Nagyon vizuális ez is, nekem írdatlanul tetszik, nézzétek. Uh, Írja is, hogy a következő videó az nem CGI, tehát nem egy megszerkesztett videó effekt, és ezt jó, hogyha tudjuk. Puff, kinyitjuk a üveget, <laughs> szegény kóla. Lejön az a kis nyitócuc, és puff, visszakerül. Írtó vizuális, nem? Tehát nagyon-nagyon brutál a cucc. Hát, hogyha meg akarjátok hallgatni a videót, akkor, akkor menjetek fel a bűvészbolt.hu oldalára. Igazából, hogyha... Aha. És azért szilver, mert látjátok, van olyan, van olyan, kupaknyitó, ami... Hú, de jól nézett ki. Ami piros, mint ez a kólás, ez ezüst. Szerintem én azért az ezüstöt, ezüstöt választottam, létezik ebből piros meg ezüst verzió, azért az ezüstből hoztam be inkább, mert szerintem nálunk, javítsatok ki a tévedek, de szerintem az ezüst az ilyen, az ilyen elterjedtebb vagy jobban megszokott dolog. Nincsen uh, elastic thread, tehát uh, mi az uh, láthatatlan szál, ilyen rugalmas láthatatlan szál, iszonyatosan jó. És láttátok? a nézőmi no skill needed, tehát tényleg uh, egyszerűen meg lehet csinálni, nem kell semmi brutál kézügyesség, nagyon easy to do, és reset in seconds, ami azt jelenti, hogy, hogy pillanatok alatt rezetálható, tehát meg lehet csinálni újra a trükköt. Na, Srácok, ő volt a pult, remélem ö, tetszett, hogy egy ilyet is hoztam, mert ö, ö, tudjátok, mindig úgy szoktam hozni ezeket a trükköket, hogy jól, jól megnézem, hogy hogy tényleg valamilyen szinten használható vagy látványos, meg tudják, tudják használni, nem csak profik, hogy hónapos gyakorlással, stb. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon vizuális és nagyon jó trükk szerintem. És nézzétek, az utolsó trükk kategóriában Darylnek, Darylnek az Enchanted Cube ez egy Rubik kockás trükk. Sokan oda vannak ezekért a Rubik kockás trükkökért, és ezért gondoltam, hogy akkor hát szerezünk egy Rubik kockás trükköt, ami nem az a brutál kézügyességes, meg megtanulni a technikát, meg fordulni, mint mit tudom én, ilyen extra dolgok, viszont látványos. Nézzétek, ismét egy videó, logikusan. És Greg Wilson én őt nagyon szeretem. Ő, aki dobálgatja Rubik kockát. Én tőle nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tanultam Greg wilson Ő ad tanácsokat, meg ő adja az online instrukciókat ö, ez a dologhoz mekkora király. Látjátok, egy ilyen, ilyen gyors összerakás. Tehát ö, erről szól a dolog, és tényleg semmifajta extra kézügyességet nem igényel. Tehát egy vizuális dolog, ö, és meg lehet csinálni ö, egy embernek, vagy pedig akár ezer főnek is a színpadon. Tehát ez a lényeg. Hogyha érdekel, hogy mit mond ö, Greg Wilson, akkor akkor ö, a videót meg tudjátok nézni Így a bűvészbolt.hu oldalán Meg a teljes videót, tehát ez a lényeg Na srácok, tehát jött ilyen uh, Rubik kocka is Na, igazság szerint Így trükkökből Régi trükkök, új trükkök Ezek voltak a trükkök De tartsatok velem, ugyanis nem sokára Fölrakom a következő videót Hármat készítettem most Fölrakom a következő videót Amiben megnézzük a tenyó. Trükköket. Tudjátok, a tenyót szeretem így külön szedni, megnézzük a tenyó trükköket, és a harmadikban pedig a kártyapaklik következnek. Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett így ebben a formátumban, hogy így megnézegettük a dolgokat is, és tartsatok velem a következő videóban, ahol tenyózunk egy kicsit. Sziasztok!